Még mielőtt elkezdenénk ezt a videót, egy hatalmas dologgal készültem nektek. 07.11-től 07.15-ig lévő ebbe az 5 napba, aki vásárol pólót, azok közül ki fogok sorsolni 2 darab embert, akikhez személyesen elmegyek a golffal, viszem őket egy élménykört, úgyhogy srácok, nincs más dolgotok, mint vásároltok pólót, lerakom ide a linket, lent lesz a leírásban is a link. Azért, hogyha veszel egy pólót, akkor a te neved belekerül egy kis dobozba, amit majd jövő hét utáni hét szerdán fogok kihúzni, nyilván még ebben a hónapban el fogok látogatni hozzá. Azért, hogy ez a játék csak Magyarországon érvényes, mert most például kihúznék valaki Svájcba, az elég húzós lenne, mire oda kiérnék, úgyhogy csak Magyarországon belül. 11-től 15-ig tudtok rendelni, nyilván utána is tudtok pólót rendelni, de ez az akció csak erre az időszakra vonatkozik. Hogyha valaki egy pólót rendel, egyszer kerül bele a neve, ha valaki két pólót, kétszer, így sorolnám tovább. Úgyhogy srácok! Találkozunk személyesen, és ülj be mellém te az anyósra, linket megtalad lent a leírásba, minden infót az Instagramon, itt az Instagramom, most pedig robbantsuk szét az új videót, let's go! Hihetetlenül boldog vagyok. Kibaszott gang. Remélem örülni fogsz. De nem jön sem. Tuti? Happy birthday. Ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Több hónapja, sőt, nem, kb. 2 hónapja készülök valamire, és tökre nem arra számítottam, hogy ma esni fog az eső. Mindegy, most van pár dolgom, úgyhogy most ezt gyorsítsuk egy kicsit föl. Ez egy picit most lehet, hogy zavaros lehet neked, de nem sokára mindent meg fogtok érteni. Ezt komolyan nem hiszem el, bazzek, hogy így esik az eső egész nap. Szóval egy több hete egy csepp eső nem volt, ma végre lenne valami, és erre szakad az eső, bazzeg. Még itt is volt egy hozzávaló, ami kelleni fog. Az meg ennyire elrejteni valamit egyébként. Egyébként, hogyha már itt vagyunk, hogyha szeretnéd, hogy a tiéd lehessen az autó, nincs más dolgod, mint www.poleszkeret.com, vásárolsz magadnak egy pólót, és akkor már megadhatod magadnak az esélyt arra, hogy a tiéd lehessen ez az autó meg augusztusban. Micsoda? Merre járunk? Te! Engem te ne kérjél számon a szülinapodon! Hát de csak érdeklődöm, hogy mi a helyzet. Hát semmi, tesó, csinálom a dolgomat, hát... Nyilván ezt nem mondom el. Mi most elmegyünk az Árkádba. Igen. De érdekel, hogy te mit csinálsz. Hát ezt majd meg fogod tudni, csak egy kicsit később. Halló? Ezt majd meg fogod tudni, csak egy kicsit később. De mennyire később? Hát Patrik, még dolgom van. De mi? Kurva anyád. Na jó, van. Na jó, akkor majd hívjál nem sokára. Jó, majd beszélünk, na cső. Jó, hello. Gyerekek, a Patrik nem bír magával. Őszintén megmondom, hogy egy kicsit amúgy belázítottam már az utóbbi pár hétbe, hogy valami extra dologgal készülök neki. Nem bír magával, folyton hívogat már, jó mondjuk már 11:42 van, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit fog szólni. Na de menjünk tovább, mert még végtelen dolgunk van. Oh!
Apare, micsoda társam lett! Látod végre! Szabasz, Unzsika! Újra itt! Várj, most látom, mi van ezen! Happy birthday! Megkezdtük a szülinapozást! Elindult a szezon! Várj, mindjárt mondom, hogy mi lesz most. Mindezt már mondtam a videó elején, egy elég... nem tudom, miért esik amúgy megint az eső? Kajak, milyen meleg volt nagyon eddig? Nagyon jó idő volt. Csak mára. Amúgy. Figyelj, egész eddig olyan meleg volt, instant 30 fok. Ma végre egy olyan nap lenne, amikor tervem van, egy jó videókoncepció, a Patriknak a szülinapja, és szakad az eső egész nap. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt fogjuk megajándékozni az öcsköst, mert össze kell raknunk neki. Az előbb szereztem be ezeket a karton doboz lapokat, amiből a Barbie-val csinálom neki egy nagy ajándékdobozt, amit becsomagolom majd egy szülinapos bevonattal, és mint azt láttátok, a tárolóban megpihent egy CRF 110-es a bátyjának. Őszintén mondom, hogy fogalmazzam meg. Én meg fogom könnyezni. Mit? Én meg fogom könnyezni. De kurva anyádat fogod megkönnyezni, ember nem kell ezen sírni. Szóval az a lényeg, hogy az elmúlt egy év az nagyon durva volt így, nagyon sokat lógtunk együtt, már előtte is nagyon jó barátok voltunk, de az elmúlt egy évben még szorosabb lett köztünk a kapcsolat, nagyon sok videót töltöttünk fel, nagyon sokszor csak ketten videóztunk, nagyon sok mindenben segített nekem a Patrik, fogta a kamerát, kitaláltunk dolgokat, megvalósítottunk dolgokat, ott volt mindig akkor, amikor szükségem volt rá, és mivel ezt még valószínűleg nem tudjátok, pár hónappal ezelőtt a Postforrendhez belettem kötve, és így a Postforrend segített nekem abba, hogy a már 4 éve bent lévő YouTube-os pénzemet, ami bent van a YouTube-nál, így azt kivették nekem, és úgy gondoltam, hogy ebből a Patriknak veszek ajándékba egy Honda CRF 110-et, és mivel tudtam, hogy most lesz a szülinapja, ezért úgy döntöttem, hogy így a szülinapi ajándéka ez lesz. Másfél hónapja ott van ez a motor az én tárolómba. Minden szemét rajta volt, el volt rejtve. A Patrik nem tudta, hogy mi használjuk ezt a tárolót, mert nyilván nem használom, csak bennáll egy halom cuccom. Annak az aljára leástam ezt a motort, rendeltem be neki egy új kormányt, ami ugyanolyan, mint az én CRF-embe, meg csináltattam egy matricát az elejére, azt mondom, mindjárt megmutatom. Úgyhogy nem tudom, Barbie, szerinted? Én annyira kíváncsi vagyok rá, de szerintem nem fogja elhinni az én tavalyi szivatásom aki már ismer minket, meg nézi a videókat, az tudja, hogy imád a gyerek motorozni. Függöny. Adsz neki egy motort, nem számít semmi, csak megy vele. De folyamat. És most lesz neki, mert ugye volt már neki egy saját, az a sárga pitbike, de azt el kellett adnia, és így most nincsen saját motorja. És ez a Honda ezt imádja. De meg már. Ez volt az álma. Ja igen, szóval ezt már nagyon sokszor hallgattuk, meg minden, úgyhogy most... De komoly! V. Patrik 420. És ugye 4. hónap 20-án nyerte meg az öcskös a konyha főnököt. Azért az... Úgyhogy... Hát kurva kíváncsi vagyok, esküszöm. Gondolj bele, itt lesz, be lesz csomagolva, meglátja a dobozt, leveszi a dobozt, és ez lesz alatta. Nem fogja elhinni, nem fogja, azt hiszi, hogy szivattuk. Amúgy fix azt fogja hinni. Azt fogja, szerint. Amúgy hallod, én ezt még nem indítottam be, azért meg kéne nézni, hogy nem látadjuk. Már idegbajt kap. Gondolj bele, nem indulna be. Nem, tényleg, ott áll másfél hónapja a tárolóban, azóta nem indítottam be. Na nézzük. Amúgy nem, még én sem mentem vele, szóval ez teljes mértékben egy null zsírúj motor. Úristen, bazeg. De ez itt az elején, ez itt a kurrakom. Na, rakjuk össze a dobozt, nem? Jó, rakjuk. Ekek, look, figyeld, Uncsi, mekkora dobozt épült. Ez komolyan kirett azért találom. Figyelj, ekkora doboz nem lehet
sehol szerencs. Költöztető dobos nincsen ekkora. Szóval esélyed nincsen ilyet szerezni. De a bácsi megoldotta. Azt mondom, hogy hiába van egy jó ajándék, ha nincs jól átadva, nincs jó ajándék. De, ez már jó vagy, ezt látom. De egyébként egy kevésbé jó ajándékot is át lehet adni, úgyhogy nagyon jó ajándék legyen. Bár szerintem őszintén mondom, minden ajándék jó. Az lényeg, hogy szívből jön, de azért ez kurva menő. Nem, amúgy nem tudjátok egyszerűen viccen kívül elhinni, hogy mennyire örülök, hogy ezt így oda tudom most adni. De őszintén mondom, szóval tényleg 4 év YouTube-ozás, videó feltöltés, vágás, és abból a pénzből meg tudtam venni ezt a kis mopedet. Te meg ne sírja a kamera mögött? A faszom, utána mikor sírsz. Figyelj, még ez még mekkora. És ezt gondolj bele, még azzal happy birthday-esebb beborítjuk az egészet. Meg a mosni. Meg a mosni. Gondolj bele, és kinyitja ezt a konténert, és ezt fogja látni, ezt a nagy dobozt. Ebből a konténertben van 80 plusz. 80 fok plusz áfa. De eskü, neked is egy olyan szinten fontos a víz, hogy vége. De amúgy... De, figyelj! Nagyon komoly. Nem lett rossz, nem? Hát szerintem nagyon jó, és nekünk most jön az igazi, a csomagoló papír. Na, itt még ez kicsit... Amúgy úgy van, mint hogyha több éve... Amúgy... Nem rossz. Kis hullám. Amúgy... Odanéz. Ahhoz képest, hogy ekkora dobozunk nem volt, mondjuk egy egész sárosat elnyomtunk rá. De igazából te tákolásban gyerekkorod óta jöttem. Anyád. Nem, én nem tákásban, hanem azt mondom, hogy megcsinálom mindig, amit kell. Mindegy, hogy minek az árán, de valóra látom. De ez jó lett, azt kell, hogy mondjam. Hogy te, figyelj! Hülye vagy, tök stabil. Stabil. Szoszi Marga! Happy birthday! Amúgy ez jó dönt, jó választás volt, nem? Szerintem is jó. Figyelj, abszolút ízléses. De attól félek, hogy nem lesz az egészre. Nem? Azért kezdjük inkább az elejével. Jó, az elején, meg a tetején, az mindenki. A hátulja az nem számít. Mit kérem oda? Hát egy matricát. Tesó, de nézd meg! Elfogyott a csomagolóanyag, és baszd meg! Annyi! Jó, igazából nem annyi hiányzik, mert itt még az egész hátulja nincsen. De... Semmi, ez sincs. Az sincs. Na de jó. Istenem. Figyelj! Jó. Nincs az Isten, hogy én bemenjek az árkádba még egyszer. Jó, figyelj, hidd el a patrikot, abszolút nem fogja meghatni egy kis csomagolóanyag. Szerintem ennek jobban fog örülni. Ja, csak engem zavar. Jó, gyere ide, szákoljuk fel, Ricsi. Így. Jó. Meg ezt még így valahogy ide. Így. És akkor majd meglátjuk, próbálkozzunk. Tesó. Olyan érzés volt, mintha egy szaunába csináltuk volna ezt az egészet. Nagyon, nem? Még az a füllett eső, csak szuper volt. Utoljára valahol máshol láttam ilyen most. Igen, nem kicsit tudom. Most be is szúrt a szívem. Mindegy. Tesó, ez volt. Csörög a telefonom, szerint ez a Patrik. Nem hinném, ő nem hívogatna. De szerintem meg hívogatna. Hogy rakjuk? Szerintem ide az elejére kéne. Szerintem is, vagy valamelyik sarkában. Akkor ez a dobozba az meg, hogy sehova nem fél. Jó. Azért tett az egyik sarkába, úgy, igen. Ó. De ezt a szarokat levágjuk róla? Nem, azzal majd mindjárt mutatom, hogy kell. De várj, ezt meg kell kötni. Hát aztán. Igen, meg kell kötni, hogy stabil legyen. Már annyit hallgattam, az Airpodot lemerült. De mindegy, most még kicsit legyél el, aztán majd nem soká. De baszeg, Patrik, találd fel magad, szülinapod van. Szülinapozzál, baszeg, ott a torta, egyéb belőle. Kurva anyátod! Miért baszogatsz minket? Hagyjál minket békén! Jó van, köcsög szájúak, jó van. Ja, Patrik, nekünk dolgunk van. Érted, a Barbie-val már 1000 éve nem találkoztam, hadd legyek már vele is egy picit, faszom. Ne, ti állandóan csak együtt vagytok. Jó, oké, szavaztok. Patrik! Patyi! Boldog szülinapot! Köszönöm, kurva szátokat! Csá! Szia, Patyi! Hello! Faszfejek. Jó, nyilván faszfejek, nem nézek. Szakad rólunk a víz, nyilván.
Ezt a kurva masnit rakjuk már fel, mert faszom, ide. Ez két emberes munka. Na, ide. Amúgy nem két emberes. De két emberes, úgyhogy is ne okoskodjál. Mondom, hogy jól rakjuk, oda ragadjuk. Karácsonykor is ezeket egyedül csinálom. Jó, de nem ekkor, nem öt tenyérnyi masnit raksz, bazd meg. Oda, fontosan. Jó, akkor annyi kell, hogy... Finish! Amúgy komoly, nem? Komoly. Várj, ezeket eltüntetem. Romá Vagdasnak a vizek varga, úgyhogy remélem örülni fogsz, mert egy sauna kabinba rakjuk össze a szülnapi ajándékodat. De gyere, bújj elő! Hát ki se félre! Hát jó, hogy ilyen jó formában vagyok. Azt a kut! Úristen! De ezt jobban sikerült, mint gondoltam. Figyelj, ahhoz képest, hogy csomagoló papírunk se volt. Figyelj, ez elég erős, nem? Nem tudom ehhez így mit fog szólni. Én nem tudom, mit gondolnék, így ezt így kinyitnám a konténert. Majd szeptemberben látom. Meglátjuk. Aha, jóval, azért lesz még egy augusztus kuszusám. Figyelj, ez kurva jól sikerült. Szerintem is. Mondjuk kellett volna még egyszer ennyi csomagoló papír, de amúgy jól sikerült. De tök mindegy, mert nem látszik. Ami nagyon fontos, ki kell vennünk minden olyan dolgot innen, ami egy motorra. Amiből sejtheti. Ezt ráragasztom még az oldalára? Nehogy. Ne? Nehogy, hát még a végén sejti, hát hogy tudod, motorrajtszám, nehogy. Majd inkább add neki oda, hogy csinálj, amit akar, csak ne otthon az ablakra ragassz a pölött. De oda, megmondom neki, hogy odaadom, hogyha az ablakra felhagy. Úristen, őszintén mondom, hogy imádok, vagy hát nyilván már láttátok a tavalyi évet, imádok ajándékot adni a barátaimnak, és ezt tényleg annyi ideje várom ezt. Tehát amikor az első ilyen motorunkat megvettük még, annyira izgatott volt, és annyira szerette, és mindig megy vele. És komolyan, hogyha most lesz neki egy saját Barbie, szerinted mit... Nem tudom, szerintem nem fogom otthon látni. Figyelj, ez borzasztó lesz. Ez, annyira várom, és nem már otthon idegeskedik, annyira jó. Ez a legjobb, és hívogat minket, érted? 20 percenként. De amúgy kurva jó lett. Nagyon jó lett, tényleg jól mutat. Le is fotózom, bazdnek, hogy meglegyen nekem is, mert ez bazd meg... Hát ez borzasztó, hát ez nem kemény. Na, kicsit összekapom magam. Aztán induljunk. Szerintem menjünk át, átmegyek hozzátok. Gyere át. Kicsit leülök, eszek a tortából. Van otthon kólátok? Van. Nagyon kívánok egy pohár kólát. Van, de én nem, mert csak narancslevet vittem neki, de veszünk. Fú, te boldog vagyok. Ricsi, ne fügyízd meg. Megfügyíztem a varga ajándékát. Na, te Zsó, szerinted... Hát figyelj, szerintem most ki fog akadni, hogy mi most visszük neki az ebédet, és hogy mi ezt most ezt hogy gondoljuk, hogy ebédelünk, amikor ő másfél amúgy órája már minket. Őszintén most a storytime-ba körülbelül 3-4 hete könyörgök valamelyik kis buzinak, meg a konyhafőnöknek, hogy csinálj nekem túrógombócot. Senki sehol. Majd bejöttünk egy helyre, és pont túrógombóc volt a menü. Úgyhogy ez a szülinap számomra eddig a legkedvezőbb. Ezt most halál, komolyan mondom. Boldog szülit! Köszönöm, apcsám! Túrógombóc, te sovágod? Tényleg az? Az. Egyedül megrohadtam. Hát basz meg, ilyen a szülinap, ez erről szól. Merre voltatok? Dolgunkon. De mi is volt? Volt egy kis dolgunk. Basztunk ebédet. Jó, hát mondjuk. Őszintén mondom, tesó, én ezt már több hónapja tervezem, és körülbelül, mit tudom én, 10 percek választanak el attól, hogy átadjam a szülinapi ajándékodat. Ricskek. Geng. Izgulsz? Nagyon. Figyelj, hogyha tippelned kéne, mire tippelnél? De ezt a 10 milliárd meg elviszem magammal. Ez jó lesz nekem azért valamire. Figyelj, én már tippeltem 3-at. Megyünk a Heathoz. Ment Szlovéniába? Igen. Vagy Amsterdamba. Na hát, az komoly tripp lenne. A harmadik, meg egy kutya. Mit mondott? Egy kutya. Miért azt hittem, a Barbie reggel kameleonért ment? Amúgy bazdnek, az jó ajándék lett volna. Azt hittem, ment a kameleonért. Igen, utólag nekem is, ugye hát lehet más. Na hát nektek még állat vagytok itt ketten. Ezért szeretem a nyarat, mert akkor jön a szüli időszak, megnyitja a Lölő, aztán jön a Patrik, aztán jövök én, aztán jön a Barbie.
Ne hagyd neki, Barbie, hogy lessen. De nem lesek. Kössed be neki szépen. Neki a baj azért, mert izgulsz. Na te soha, ezt beszoptad most. Most 30 percig így kell lenni. Hát 30 perc. Kb. Lehet kicsit több forgalomtól függ. Kurva anyátok, nem tudok addig lenni. Gyere apja, add a kezed. Várj egy percet. Dick, izzad a kezed! Bazeg, félek! Te nagy parázs van, gyerek, izzad a kezed, fogd meg a kezét! Szólj, parami! Úgy érzem magam, mint valami fogyatékos. Sem, én mindig! Most megyünk valahova? Én 30 éve így érzem. De ugye nem fog beleesni semmibe? Nem fog beleesni semmibe, csak gyere! 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 Itt állj meg, jó? Ne nyújj hozzá! Jó van! Hát, tényleg nem tudom, mit csinálok veled, Patrik, de komolyan. Csak itt állj most, jó? Most egy picit várni kell. Gyere, tesó! De most... Gyere! Bízz bennem! De nem vigyél bele semmibe! Nem foglak! Megyek bele én is, gyere! Hova? Majd mutatom! Gyere, jöhetsz! Nem merek! Ne jöhetsz! Légy, a sípcsonton fájni fog, ha belerugok valamibe! Nem fogsz, gyere! Gyere, állj meg itt, így, ne arra, erre fordulj. Boldog szülinapot. Remélem, hogy még több, nagyon sok évig fogjuk mindig együtt ünnepelni a szülinapodat. Bár így, hogy most így beköltöztél a családunkba. És kösz mindent, és kösz, hogy mindig nyomjuk, és faszom, nem találok szavakat, amúgy faszom én sem. Figy, vedd le a kendőt, és fordulj meg, és boldog szülinapot. Mi ez? Hát én nem tudom. Most ezt kinyithatom? Hát, ja. De inkább így emeld meg, vagy le, vagy... Már segítek! Mi a fasz? Ez egy új? De most engem sem leszopadsz úgy, mint a Barbie. Megígérem, hogy nem. De tuti? Ez az enyém? Ez a tiéd. És ne, ezt nem akarom állni. De ez tényleg a tiéd. Tényleg? Esküszöm. Most komoly? De sok esküszöm, hogy a tiéd. Nézd meg az elején az írásra. Látom. Faszodat! Eskü. Amik azt szentsenek, nincs papír, nincs mit összetép. Nem, esküten, tesó, tényleg. Most komolyan? Aha, tényleg. Oda viszed, ahova akarod, amikor akarod. Most kívültem. De tényleg? Tesó, eskü. Nem, hogy furcsa nekem valami nagyon. Ez, amúgy ebben most ez... Hát remegek, geci. De nem, tényleg, de amúgy az benne a... Ebben most nincs savar. Igen, mert az a szivatás, hogy nincs szivatás. Nincs ott semmi, nincs semmi. Ez a tiéd, zsírulj. Ez ennyi. Annyi, hogy ma beindítottam, de nem, még nem is mentem vele. De tényleg? Nem robban fel? Nem hiszi, azért nem hiszi el. Nem megyek! Mit? Nem hiszi el szerintem, esküszöm. Nem azt hiszi, hogy valami lesz. De biztos nincsen hátsó szándék? A kurva anyád. Ez a tiéd? Most kiültem. Tényleg? Eskü. Tudom, meg ne vagy, ma mindjárt egyszerűen a bőgőket. Ne fogtok szopatni. De tesó, ígérem, esküszöm, hogy nem. Ez tényleg a tiéd? De azért, mert faszom, hát belőletek kiindulva kihinné-e? De nem? Hát nem tudom, én azért ezt elhinném. Idén megfogadtam, hogy egyikőtöket se szopatom meg, se a Barbit, se téged. Tudom, hogy fura, de eskü. Hihetetlenül boldog vagyok. Na, nyomjuk, mert vissza kell vinni a Reálba, háromra. Tényleg.
Mindent is jó kicsit megetted, de ez van. Most tényleg vissza kell vinni a reálba? Ja. Tényleg vissza kell. Dehogy is, te sok kurva anyád! Bazzeg faszomat, hidd már el, tényleg a tiéd, semmi szivatás nincs benne, a tiéd, azt csinálsz valamit elhiszem, akarsz. Elhiszem, de hihetetlen. Azt csinálsz valamit akarsz, kajak. De nem tudok mit mondani, geci. Látom, kis kummany szar lettél amúgy. Hát meg kihűltem. Most totál kihűltem. Ennyi gurulodsz vele, akkor talán elhiszed. Elszületek, azt csinálsz valamit akarsz, nem tudom mennyi üzemanyag van benne. No. Elég lesz ez neked. Ó, hát van ebbe te. Geci. Én mondtam, hogy ez lesz a baj, hogy nem hiszi el. Tényleg nem hiszi el. A tavalyi után. Most akkor egyikőtök se hisz nekem soha? Hát én azért hinni fogok. Ja, ja, ez egy visszafogott célzás, nem? Úgyhogy nyugodtan csak engedd el a gondolataid idén. Imagination, making musical creation. The journey that I'm facing, plus the paper that I'm chasing, got me crazy after saying. And with the lames, I see you hating, but there's nothing that you're changing. Thumbs up, I'm maintaining. No complaining when it's raining. I'll be in another zone. Move out my mother's home to a world to call my own. I ain't gonna play around no more. Find a difference from the ground and the floor. If we gotta fight, I'll be down for the war. Ember, ki vagyok külve. Igen szeretlek. Nagyon. Ugye, én nekem már buli se kell. Ja. Majd Tali, hello! Gonyafölköt 4-től 20-án nyertem meg, úgyhogy ez egy kibaszott jó dátum. Két legyet, egy csapásra. Ott megy, látod? Nem mostanában látjuk, édes Istenem, nem viszont el. Figyelj, szerintem most kezdi felfogni. Aha, most, de komolyan bár jó idő lenne, akkor kifeküdnék napozni, azt felőlem mehetne, érted, éjjelig. De figyelj, szerintem most fogja fel. Most, aha. Most kezdi felfogni, hogy mi van. Az a baj, hogy amúgy szerintem nem is hisz nekünk, mert igen. Szerintem fél neki örülni, hogy mikor szopatjuk be. Hogy mikor szopatjuk be. Igen, hát azért ugye tavaly én megkaptam, nem tudom, emlékszik-e valaki. Van ide egy bevágásom. De uncsi, komolyan, ó Istenem, majd bevágok én. Az jó volt. De amúgy szerintem jól sikerült. Jól. Szerintem majd este fog amúgy nagyon meg... Gondolj bele, egy-két alkohol begurul, tudod mi lesz ott? Húha. Mondjuk bár itt lenne a motor. Mondta, hogy neki már buli se kell így este. Hát én... Szerintem most kezdi felfogni amúgy. Szerintem is. Nagyon boldog vagyok kicsit. Nagyon boldog. Kibaszott gang. Kibaszott rügy. Grrrr.